Sziasztok srácok! Üdvözöllek benneteket ismételten egy mentőszerelős videóban. Ugye az előző videóban jól meghajtottuk a Mercit, elvittük vele Karcit az ország másik végébe, tulajdonképpen szó szerint. És ott Fehérváron elkezdett melegedni az autó, félre is álltunk, mint kiderült, valószínűleg Kecskemét környékén kilukadt a hűtőnk. Hála a fantasztikus előző javítás per szerelésnek. Kihagyták az egyik hűtőtarót az autóból, és ezért belelógott a hűtőventilátorba, mivel itt ugye a motoron van még a hűtőventilátor. Úgyhogy srácok, megint meglettem szivatva az előző egy-két tulajdonos által, de nem tudunk nem mit csinálni, az élet már csak ilyen, úgyhogy meg kell javítani. Úgyhogy ebben a videóban szétbontjuk a Merci elejét, megcsináljuk a hűtőt, összerakjuk újra, és újra menni fog az öreg lány. Mindezt a reklám után. Ezt a videót a Car Vertical támogatta. A mai autónk egy Honda Accord, magyarországi forgalomba helyezésű, láthatólag egy párszor megtörték, jól látható, hogy szinte minden évben kapott egy pofont, mindig Magyarországon történt vele a baleset, valamint nincs körözés alatt. A kilométer óra állásában némi visszaesés tapasztalható, ez egy érdekes dolog, lehetséges, hogy tekerték, lehetséges, hogy csak elírás történt, látható a felszereltsége, valamint az alvásszám elhelyezése és hogy mire kell figyelni. A Car Vertical nemzetközi adatbázisból dolgozik, így nem csak a Magyarországon forgalomba helyezett járműveket lehet lekérdezni. A leírásban található linken kaphattok 20% kedvezményt az első lekérdezésből. Na de, vissza a videóhoz! Látjátok, ez szép, attól függetlenül szél van, ezt azért én bemondom gyorsan. Megtaláltuk a hibát, hát ez sem ma kell elkezdeni, és ahogy elnézem, a hűtőm gatter itt lyukadt ki. Talán rátok fog zoomolni, ahogy ez néz. Itt viszont körbe elvékonyította az összes hűtőcsövet, úgyhogy nem biztos, hogy ezt meg lehet mi már javítani. Ezek itt mind potenciális ilyen eldurranós részek. Persze mekkor is tolta a ventilátorlapátokat, úgyhogy ez nem most kezdődött, ezt én már így vettem. És eddig nem vettük észre, hogy hiányzik a hűtőtartó, igen, mert nem arra fókuszáltunk. Úgyhogy, ja, hát ez ilyen, meg hát vannak itt ilyenek, meg olyanok. Ezt láttuk belülről is, de nem akartuk lebontani a fél autót miatta. Lehet, hogy kapni fog majd valamiféle pöttykölés, de hogy ki nem lakatolom egyelőre, az biztos. Ez itt talán kap valamit, hát nem valami szép. Mi ugye az aljára koncentráltunk, hogy ne essünk ki belőle, rozsda az van rajta bőven, mint olyan használós 30 éves teherautón. Emellett a műanyag borítás alatt sajnos szépen felrepetedett, felrohadt itt minden. Ezt még le fogom kezelni szerintem, mielőtt visszarakom. Itt bent egyszerű beszélni, mert kint ugye fúj a szél, jön a vihar, de széleket szednem ahhoz, hogy tudjak szerezni hozzá másik hűtőt, meg mindent. Mivel elég jól el van vékonyítva a hűtőnek az összes lamellája, hála ennek a ventilátoros dolognak, ezért hát szívás nem biztos, hogy javítható. Ha meg nem javítható, akkor viszont kell egy másik hűtő. Ez nem most ment tönkre, ez már mióta megvettem, meg szerintem mióta megvették az előző tulajdonosék, elvileg egy évet volt náluk, már akkor is ilyen volt. Hát nálam durrant el az én szerencsétlenségemre. Viszont maxi respekt a kocsinak, hogy ettől függetlenül még hazajött. Úgyhogy nem lett vele gond. A hűtőrendszer az megír egy mosást, vagy valamit, mert tehát amikor a gumicső belseje vastagon hűtő ilyen iszapos, hogy az egészet át kell mosni mindenképpen, miatt összerakom. Emellett láthatok, hogy a karosszérián ott azon részen vannak még dolgok, ezt láttuk eddig is, tudtuk, hogy van, de becsuktuk a szemünket, mint minden rendes magyar, de belülről meg van erősítve, ahonnan könnyen hozzáférhetünk, nem akartuk szétszedni az egész autót, de előbb-utóbb össze kell majd azt is pöttykölni. Nincs tervben a kocsival a teljes felújítás, tehát én ezt egy használós autónak akarom, tehát használni akarom, nem csili-vilire rendbe rakni. A motornak van egy kis olajizzadása, de mindez a szelepfedélből jön, szelepfedél alól jön, úgyhogy ezt lehet, hogy meg fogjuk még orvosolni ebben a sessionbe, meg beletörött két csavar a légszűrő tartó csavarjai közül a négyből, hogy azt is orvosolni kell, de azt is meg fogjuk csinálni. Úgyhogy ez egy ilyen, megint egy olyan dolog, hogy előjött valami, akkor a körülötte lévő dolgokat már megjavítjuk. Én pedig szerintem meg fogok borotválkozni, mert
ennél több szövetet nem tudok arcon termelni. Képtelen vagyok rá. Szörny. Na, még vártunk az alkatrészekre, egy kicsit kicsonyítottam itt a homlokfát a kocsinak. Nem tudtam vele nagyon más csinálni, igazából el van rohadva. Illetve rendesen rozsdás. Úgyhogy most kitoltuk az élettartamát még pár évvel, kap még majd a réteg festéket, kapott egy jó vaskos kezelést a drótkoronggal, utána kapott egy viszonylag jó rozsdagátló alapozó festéket, tehát reméljük, hogy egy darabig most megint rendben lesz. Ez sajnos ilyen, ez egy bonyolult alkatrész, ezt nem érdemes nekiállni foltozgatni, új nincsen belőle, úgyhogy tök jó, de így legalább valameddig még bírni fogja. Ez a rész amúgy is a műanyag alatt van, nem fog látszani, de legalább most megint nem lesz rozsdás, és valamennyire az esőtől és az elemektől védve van. Ugyanis a kocsi az nálam is csillaggarázsban áll, mint szerintem az elmúlt 30 évben végig mindig. Józsi pedig tolja a láncfűrészt, srácok, ne felejtjétek, ne vegyetek élettartam végén járó, 90-es évek óta Magyarországon tálkolt teherautót. Főleg nem az, ami 36 éves. Mert akkor megszívjátok. Ha csak nem vagytok hülye youtuberek, akik ebből csinálnak műsort a népnek, hogy ez tök jó legyen nekik. Meg nekem is igazából. Na végre valahára megjött a Mergához a szép új hűtő, meg némi szíjat is rendeltem pluszba. Vadi új hűtőt kellett venni sajnos srácok, mert nem volt javítható a másik, úgyhogy be kéne pattintani, aztán elmondom, hogy mi a fene van még, mert sajnos megint nem lesz egyszerű a történet. Igaz, hogy koppon ki van tolva a generátor, és az a baj ezzel, vagy ezres, vagy 1025-ös szíjunk van, vagy generátornak a feszítőjét alakítom át, hogy jó legyen, vagy rövidebb szíjat veszek, ami viszont már így is tönkre vágta az előző generátort, mert túl volt feszítve az egész. Tehát tönkrevágta az előző generátor, tönkrevágta a vízpumpát, illetve hát meghajtotta a viszkó tengelyét, ami rohadtul szar dolog. Ami viszont utána már nem tett jót a vízpumpának, azt is serélni kell. Úgyhogy, ja, nem szeretnék újra szakbarbárkodni, úgyhogy lehet, hogy inkább kap majd egy kicsit átalakított feszítőt, hogy kicsit hosszabb legyen, és akkor meg lehet szépen feszíteni, most is meg lehet, meg van feszülve, csak később, hogyha nyúlik, akkor majd csúszni fog. Most jól előve a point lesz hozzá a donorautó, úgyhogy abból lesz majd viszkó, új, akkor majd vízpumpa is lesz cserélve meg minden. Most jelenleg össze lesz rakva, hogy működjön, mert el kell hozni a donort hozzá. Mercivel mercit. Mert az... Hát ha már egyszer merci, akkor adjuk meg a módját. Úgyhogy ezt most összerakjuk, mindenképpen működnie kell, mert szükségem van rá. Aztán hát megjavítjuk, hogyha úgy van. Nem a legjobb megoldás, tény, de nem baj. Megcsináltam a homlokfalat rá, úgyhogy az egy kicsit legalább annyival jobb, ha már mással nem. Nem szeretek így félbehagyni javítást, amikor tudom, hogy valami rossz, de most nincs más választásom, úgyhogy azt mondom, a következő epizódokban fogjuk javítani, ha előtte nem rohadunk vele. Az ugyanis a helyzet, hogy ha megnézitek a vízpumpának a tengelyét, illetve a viszkót, most ugye rajta van az ékszíj, de ha leveszem róla az ékszíjat, akkor az minden, csak nem központos, ugye van hajolva a tengelye, hogy az nagyon félelmetes. Ami azért probléma, mert maga a viszkónak van egy
tengelye, ami bele van csalozva a vízpumpába. Na most a viszkó maga az olyan 60 ezer forint újonnan, amire a pénztárcám azt mondta, hogy a nagy büdös lófaszt. Úgyhogy amíg nem lesz donorom, addig nem lesz most vízpumpa csere. Egyelőre nem vészes, van egy kis hangja, de ha eddig elment, akkor még elmegy szerintem egy 2-3 hétig. Alakulunk, a Merci végre nem annyira orrotlan. Hát igen, megkapta az új hűtőjét, nem tudtam, hogy lehet hozzá kapni, de kaptunk hozzá. Nem is volt olyan nagyon istentelenül rohadt drága, úgyhogy ide most egy új hűtőtartó fog képződni, amit éppen Csabi kalapál most. Ott jön Csabi. Ott megy Csabi. Hello, itt hello, Csabi. Sziasztok. Na, az a kérdés, hogy szimmetrikus legyen olyan, mint ez. Hát figyelj, most raktam, hogy föl lehet próbálni. És egyébként, ahogy elnézem, ez szimmetrikus volt valaha. Nézd a másik oldalra. Aha. Ja, jobbra van a furac, jó. De érdekes, ez a hűtő, mintha magasabb lenne. Vagy most van alatt a gumibak. Eddig is volt, ugyanazt raktam vissza. Hát pedig azt megnéztük ugyanakkor. Ja. Na jó, van, akkor készül mindjárt a másik ilyen. Zsír, köszi. Még él. Senkit ne tévesztem meg a füst, ez eddig is ilyen volt. Dízel, hidegen, két hét után. Hogy tetszik? Teljesen jó. Tuki? Ott nem folyik semmi. Végül is igen, az már előny. Srácok, az autó jó, működik, most mi megyek vele egy karikát majd holnap, hogy minden rendben van-e, tulajdonképpen össze lett rakva. Azonban, amit elmondtam, hogy mi mindent fogunk kicserélni, meg minden, azt nem most fogjuk megcsinálni, ugyanis kell rá egy új viszkó, mert a tengelye annak totál káros, meg egy pár másik dolog, és mert még mennem is kell ezzel az autóval most, ezért elnapoltuk a dolgokat. Szelepfedéltömítés, szelepállítás, meg hasonlókat, úgyhogy az a következő szétszedős sessionnek lesz majd a része. Addig is megy így, ahogy van, kapott két szép új égszíjat, nincsenek szanaszéjjel szarrá feszítve, mint ahogy eddig, mert eddig elég szarul volt sajnos, mert az égszíj, ami rajta volt, az túlságosan rövid volt. Úgyhogy remélhetőleg most ezzel így rendben leszünk. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő, ami kijön még a gépen. Kedves nézőtől kaptam gyönyörűséges nyugati olvadó videótonokat, amik tök jól fognak majd kinézni valahogy. Hát nem is tudom, hogyan fogom elhelyezni őket. Lehet, hogy hát ide föl se. Mondjuk valahogy így, hát nem tudom. Na minden, majd kitaláljuk, hogy hogyan fogjuk ezeket elhelyezni, vagy hogyan se. Addig is egy picit, hát bocs, hogy rövid lett az epizód, de sajnos ennyire tellett jelenleg. Ennyi. Most éppen nem szállítottunk szart a mentővel. Úgyhogy ennyi. Addig is iratkozz föl, lájkolj, és a következő videóban pedig találkozunk. Addig én pedig fogom, és kigurítom innen ezt a kis szépséget. Rudolf Diesel emlékpercek. Izzítás. Na, itt a vége, fuss el véle. Az öreg lány még mindig él. Sziasztok!